Sziasztok! A mai videóban az áprilisi bullet journalomat fogjuk együtt megtervezni, és úgy gondoltam, hogy ebben a hónapban egy ilyen hőlégballonos témát hozok, mert ez úgy gondoltam, hogy nagyon illik az áprilishoz. És hát láthatjátok, hogy rögtön ide a kezdő oldalra került is két kis hőlégballon. Ezeket a saját kezemmel rajzoltam elő ugye ceruzával, és utána az eBay-ről rendelt ecsetfilcekkel töltöttem ki, és ugyanígy jártam el az április felirattal is, amit szintén ezzel készítettem, illetve a felhőknek a körvonalát is. Kitölteni viszont egy stabiló szövegkiemelővel töltöttem ki a pasztel termékcsaládból, hát sajnos elég járt ez a szövegkiemelő, illetve egy icipicit a hátteret átsatíroztam egy kék színű ceruzával, mert úgy gondoltam, hogy ez jót fog még neki tenni. És ennyi lett végül is a borítóképe az áprilisnak. Ezután következett a heti, vagyis a havi tervező, ugye ide szoktam beírni a videókat, hogy mikor melyik megy ki, és úgy gondoltam, hogy most is eltérek a sima négyzetes táblázattól, mint az előző hónapban is, ugye akkor ragasztottam a kis négyzeteket, most viszont felhőket rajzoltam fel, és ehhez egy szintén eBay-es ilyen kis műanyag sablont használtam, és ezzel ceruzával először előrajzoltam a felhőket, hogy lássam, hogy férnek el, és utána egy tűhegyű filccel, illetve hát többel, mert a kéknek több árnyalatát használtam, tűhegyű filccel rajzoltam át ezeket a felhőkörvonalakat. Láthatjátok, hogy sajnos a borító oldalról nagyon átütöttek a felhők, úgyhogy erre az oldalra is került néhány felhő a stabilónak a szövegkiemelőjével, ami nem volt tervezett, de úgy gondoltam, hogy így a legegyszerűbb megoldani ezt a kis problémát, és hát végül is szerintem viszonylag szép lett ez a megoldás, és talán annyira nem is látszik rajta, hogy ez egy ilyen kényszer megoldás. Az áprilisi tervező feliratot azt ugye egy ecsetfilccel hajtottam végre, illetve szintén az eBay-es kis sablonok közül egy másikkal pedig hőlégballonok kerültek erre az oldalra, különböző magasságban, különböző színekkel, és szerintem ez nagyon feldobta ezt az oldalt. Következő oldalpárra kerülnek ugye a havi kedvenceim, illetve a szerzeményeim, és ehhez az oldal aljára szintén eBay-es szerzeményeket használtam. Ezek ilyen kis matricák, amik épületeket, házakat ábrázolnak, és úgy gondoltam, hogy ez jó lesz ide a lentre, és ugye az égbe pedig jöhetnek majd a hőlégballonok, és szerintem tök jól néz ki. Próbálkoztam azzal, hogy még színes ceruzával felhőket is rajzolok, de aztán úgy gondoltam, hogy talán még sincsen szükség olyan sokra ezekből, úgyhogy nem is került ide túl sok.
viszont ez a pár az meg szerintem pont jó helyen van, direkt úgy próbáltam meg ezeket rajzolni, hogy a hőlégballonokba kicsit így belelógjanak, mert szerintem ez így jól néz ki, és hát egészen feldobja szerintem ezt az oldalpárt. Ugye ide majd felkerülnek azok, amiket ebben a hónapban vásárolok, illetve amiket nagyon szerettem használni, mert beváltak, és hát emiatt viszonylag sok helyre van szükségem, és az oldalalját még egy icipicit átszíneztem zöld színű színes ceruzával a füvet jelképezve. Aztán a következő oldalpárra került a mindennapi boldogság, ami végül is az ilyen napi pozitív dolgokat jelenti, ugye én ezeket szeretem vezetni, viszont nem szerettem volna ilyen táblázatos vagy bármilyen megkötött módon beírni, mert egyszerűen nem jut eszembe minden nap egy pozitív dolog, hiába próbálkozom, és amikor ezt úgy próbáltam vezetni, hogy minden napra írjak le valamit kötelező jelleggel, az borzasztóan frusztrált, és pont az ellenkezőjét értem el vele, mert hogy volt olyan nap, amiben nem találtam semmi pozitívat, és ettől nagyon rosszul éreztem magam, hogy aznap semmi pozitív nem történt. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy inkább hagyom ilyen tisztán ezt az oldalt, és akkor így elszórtan írom a pozitív dolgokat, és ez így jobban fog esni nekem is, hogy akkor írok, amikor tényleg van valami. És akkor ide néhány felhő került, illetve hát madarak, ilyen vadzúdak, akik repülnek, és nem akartam ezt annyira túlspilázni, ezt az oldalt, úgy gondoltam, hogy ez így tökéletes lesz ennyire egyszerűbben, és nem szerettem volna ide is hőlégballonokat rajzolni. És akkor már csak egy oldalunk maradt hátra, ez a statisztikai adatok című, ami ugye minden hónapban van, YouTube statisztikák kerülnek ide, ilyesmi, és ehhez is a felső kis hát keretet a felirathoz, ezt egy sablonnal rajzoltam meg. Nagyon hasznosak ezek a sablonok, szerintem tök jól lehet őket hasznosítani, és ezután még felrajzoltam egy üres táblázatot, amit majd nyilván ki fogok töltögetni. És itt tulajdonképpen végeztünk is ezzel az egész havi tervezővel, ugye én ezt erre használom, ezen kívül van egy határidőnaplóm, amit vezetek a kis napi dolgaimnak. Szerintem nagyon szép lett ez a hónap, nekem nagyon tetszik, ahogy sikerült. Remélem, hogy nektek is, hogyha esetleg elkészítitek, akkor mindenképpen jelöljetek be a képen, mert nagyon kíváncsi vagyok, vagy mutassátok meg nekem alapjáraton így a budzsótokat, mert kíváncsi vagyok, hogy ki milyenre tervezte az áprilisit. Hogyha esetleg van Instagramotok, ahol szoktatok róla képet feltenni, akkor nyugodtan írjátok meg kommentbe, és meg fogom nézni, vagy hogyha van YouTube csatornátok, és oda tettetek fel róla a videót, akkor azt is szívesen megnézném, úgyhogy azt is írjátok meg kommentben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha így volt, akkor nyomjatok rá egy lájkot, mondjátok el a véleményeteket, és hát gyertek vissza legközelebb is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!